Szóval srácok, hogy is lehetne lezárni ezt az évet, ha nem egy FIFA 365 videóval, ráadásul egy hatalmas videóval, szerintem maga a kalendárium is hatalmas. FCH-nál már láthattátok, hogy tényleg bele se fér a képbe, és nem is a fehér asztalnál vagyunk, hanem a kanapé előtt, mert egyszerűen nem fér el sehol se. Úgyhogy bontsuk ki, és felváltva nyitjuk az ablakokat, nem? Kezd nyugodtan. Jó, hát először is kiszedjük ebből a kis tokból, mert valami vágóeszköz hozhattunk volna. De nem megoldjuk. Úgy, és akkor itt az alján is van kettő zárjegy. Ez könnyebben nyílik, mint gondoltam. És jó, kinyitottuk. És elméletileg, ha minden igaz, valahogy ki lehet húzni. Aha, így. Ja, csak itt az alján is hozzá van ragasztva. Uh-huh. Akkor gondolom a tetején is. Most aha, meg is oldódott a gond. És akkor így ki lehet húzni belőle, ha jönne. Oké, okay. Szóval, és akkor itt vannak ezek a kis ablakok, és itt a sarkánál lehet őket kinyitni. Úgyhogy kezdjük az egyessel. Kezd nyugodtan. Kezdjem én? Aha. Lényegében tök jól megoldott a Panini, csak én azt a kinyithatós változatot jobban szeretem. Na, mi van a Topsnál? Meg a Premier, Panini Premier League is pont olyan kinyithatós. Itt valamiért úgy gondolták, hogy jobb lesz ez a hatalmas nagy megoldás. Na, gyere ki, limitált. És az első kártyánk ugye egy Grealish limitált, benne vannak az új igazolások itt a limitáltakkal, amit még fontos elmondani, nem tudom, hogy a hátulján még rajta van, ugye, hogy 6 csomag van benne, 8 limitált, és 12 csillogós kártya, igazi külföldi termékről ez van. Ez a limitált, vagy a csillogós? Ő a limitált. Ja, aha. Mert hogy ugye csillogós is, szóval ezért elég csillogós limitált. Lesz egy jó kis game changer ezt az ablakot. Na, olyan jól nézett ki ilyen kis ajtónak. Akkor úgy hagyom. Sőt, vissza na. Is csukjuk. És akkor. Ő egy game changer csillogós. Akkor ő egy csillogós. Igen. És akkor ez olyan felváltva lesz, hogy limitált csillogós, meg még valami? Nagyon jó kérdés. A limitáltak mindegyik kalendáriumban ugyanazok. Hogy milyen csillogósok vannak, meg hogy van, arra már nem emlékszem. Pedig láttam már videót róla. Nézzük a hármas ablakot. Perforáció, és itt már van egy sima bontatlan csomag. Ez csomag? Aha. Jó, ja, észre se vettem, azt hittem hirtelen egy kártya. Na nézzük. Esélyek ugyanazok, mint a sima csomagoknál, csak ugye ezeknek nincsen QR kódja. Dembélé Barcelona, aztán van egy Ajax játékos, Tomori, Werner Chelsea-ből, egy Havertz Game Changer, illetve egy Mason Mount International Star. Úgyhogy ebből is jönnek a jó csillogósak. Nem is tudom, hova tegyük, amiket itt kibontunk. Hát a tetejére valahogy. Valahogy ott aha. Elfér, aztán a végén összegezzük majd igen, a dolgot. Igen, akkor a négyes jön. És egy következő. Magician. Nagyon szuper. Uh-huh. Amúgy szerintem tök jó az a kalendárium, főleg feelingben, ha úgy bontjátok, hogy ugye december 1-től kezdve, bár igazából szerintem bármikor lehet bontani. Akár uh-huh. Nyáron is, mert mindig nagyon király. Minden hónapban van 24 nap. Hát én amúgy igen. Hát én tavasszal bontottam kalendáriumot, egy bundesligásat. Na nézzük. Gyere ki. Úgy, itt is van a következő. Lukaku, hát srácok, emlékeztük, amikor egy videóban háromszor is jött egy XXL, azt hiszem tripla XXL blister bontottunk? Na most jött negyedjére is annyira imád itt a csatornán szerepelni. Igen? Hatos ablak. Hatos. Pont itt van lent. Havertz, egy dupla. Miért Havertz? Miért ő nem jó? Vagy jó? Hát a sima csomagból nyitottuk, vagy nyitottam ja. Az előbb. Jó. Ja. Ja, igen, tényleg ott is van. Úgyhogy, hát örülök neki, meg nem is. És akkor most nyissuk ki a hetes ablakot, ami szintén Havertz van, csak nyomtatva. Reméljük nem lesz szaladta. Hát remélem ebből a csomagból nem ő jön.
Na nézzük. Van nekünk egy Titan Power kártya, alatta a csillogos, pedig Gündogan, Fans Favorite, meg a Focus is a kalendáriumra megy. Luke Shaw, utána egy Lyon játékos, Icardi, illetve még egy Jorginho a Chelsea-ből, ha fókuszálna rendesen. Csak tényleg akkor ez a kalendárium, hogy a telefon itt az arcokat simán felismeri rajta. Jó. 8-as ablak. 8-as. Itt hol is van. 8-as? Itt lent. Marquinhos. Jól látoltam ott fent a kártyákat is. Nem baj. Ki erre a Milánból? Egy jó Titan kártya. Nagyon jó. 9-es meg pont itt van. Kb. A szomszédban. Egyébként ez a kalendárium olyan szempontból jó, hogy könnyen megtalálni rajta a számokat. Mert azért általában azt, amikor mondjuk a csogi kalendárium van, és azon a kis számok vannak, kicsit jobban összefolyik. Mellé nyitsz és időzavarba kerülsz. Hát meg fel is lehet akasztani, ha valakinek olyan kedve van. A másikat nem lehetett felakasztani. Következő limitált, Sancho, hát őt is nyitottuk már párszor, igazából azt hiszem csak Grill is nem néztük meg, ami ebben a kalendáriumban megtalálható, mindegyik másik limitáltat már az XXL-ből kinyitottuk, de akkor is nagyon király, hogy 8 új limitáltat ki lehet nyitni. Igen, most jön a 10-es. 10-es, nem is láttam, hol van. Most gyorsan kinéztem. Na, Fehérvári, Petriák, Game Changer lapja. Uh-huh. Nagyon szuper. Ő rajta is van itt a 13-as ablakon. Limitált vagy? Na, sima csillogos Game Changer. 11-es, Benzema. Még egy sima csomagot szeretnéd te bontani? Nyugodtan mindig, most. Mindig én kapom itt a csomagokat. Biztos, hogy nekem is fog jutni egy. Vagy hát remélem. Majd. Na nézzük. Magician, Liverpoolból Jota, alatta van egy Chiesa. International Star, aztán Firmino, alatta Coman, utána Boca Juniors játékos, illetve Darmian az Interből. És szépen jönnek a kártyák, az elég sok kártyát ki lehet bontani egy ilyen kalendáriumból. Uh-huh. 12-es, pont mellette. Na, ez nem olyan akart kijönni. Nem, ragaszkodott nagyon. Van egy következő Magician. Uh-huh. De őt kihúzt. Most bontottuk ki. Tényleg. Na. Nem tudom, kiszedni segít, ezt létszik. Még egy dupla. Hát úgy tűnik itt a csomagokban a Panini nagyon megviccelt. 13-as. Hol a 13-as? Itt van lent a 13-as. Az itt is kell keresni, néha így elbújik az ablak. Következő limitált Upamecano, őt is nyitottuk a múltkor emlékeim szerint. De attól még nagyon örülök neki. Hiszen tök, hogy vannak benne ilyen frissített igazolásos limitáltak is. Uh-huh. És ő volt a 13-as ablak, a 14-es pont ebben a sorban lesz. Igen, tényleg. És egy újabb Game Changer. És az a durva, srácok, hogy a kártyák egyáltalán nem sérültek, hiszen ugye ezt Olaszországban gyártották, és az északi országokban lehet kapni, és aztán a kollektor meg behozta Magyarországra. Igen. És ráadásul ugye még hozzánk is utazott egy kicsit. 15-ös ablak, a Liverpool logó. Még egy újabb sima csomag. Na, valahogy. Gyere ki. Még jó, biztonságosan is be vannak rakva. Hát nem egyszerű kiszedni, az biztos. Hát nem. Na nézzük. Vajon a következő csillogos, meg ugyanez a dupla lesz? Anthony Game Changer alatta, Hazard International Star, egy Inter logó alatta, Palmeiras játékos, Shakhtaros, illetve Benzema még a Real Madridból. Úgyhogy szépen elkezdett itt fenn gyűlni a kártya, egy igazi káosz alakul ki. És ő volt a 15-ös, akkor, és akkor itt van 16-os. Szerencsére nem egy dupla. Uh-huh. Palmeiras-os. Dominator Willian. Uh-huh. Nagyon király. Mintha nyitottuk volna a teammate-ből. Na nézzük,
7-es Ajax logó. Messi limitált. Messit is nyitottuk már párszor. Ha jól emlékszem. Igen. De nagyon király. Messinek mindig lehet örülni. És januárban lesz a következő Mr. V és Mrs. Uh-huh. Elég király csomagokkal. Játékkal. Igen, és nagyon király csomagokkal. Nem áruljuk el, hogy mi legyen majd meglepetés. 18-esen, igaz? Hol a 18-es? Itt, ja, itt fent. Uh-huh, ott is egy game changer lesz. Mikor az Zani Bayernből. Na hát. Segítek kivenni. Köszönöm. Úgy tűnik nem szereti a kalendárium a körmömet. Szépen csillog. Itt még a fény is más, úgyhogy még a csillogást is extra durván lehet látni. 19-es, közeledünk a végéhez nagyon. Uh-huh. Hol a 19-es? Itt. Ja, csak a szememet szúrja ki. Ezt eltépjük. Ezt eltépted. Hát nekünk, megint nekem jut a sima csomag. Na nézzük. Erre vagyok kíváncsi. Hát igen, ott durva dolgok lesznek. Dominator Lukaku, alatta egy Brozovic fans favorite, aztán Emre Can, utána City logo, United Greenwood, illetve Trent Alexander-Arnold még a Liverpoolból. Úgyhogy jön a 20-as ablak, tehát 4 ablak van hátra. Uh-huh. Aha, ott van egy következő kártya. Titan Olympiakosból. Socrates. Uh-huh. A második nevét már inkább most nem próbáljuk meg kihetetni. Néha megy, néha nem. 21-es. Hol a 21-es? Itt a 21-es. Szakad mindenfele. Itt van egy Alaba limitált. A Reálból. Már könnyebben kijött. Szép Panini felirat csillog jobbra-balra rajta. 22, előbb láttam. Igen, itt van. Itt van felette. Uh-huh. Itt nyitottuk uh-huh. az előbb. Nem hiszem el. Úgy tűnik a csillogósokból a Panini szeretett ebbe a kalendáriumba duplákat rakni. Milyen érdekes pózokba kapja le egyébként a focistákat azért. Ja, rendes fotókat használnak, nem tudom, a srácok, hogy tudjátok, úgy működik, hogy vannak ilyen hírügynökségek, hol ugye vannak fotósok, és ezeket a fotókat meg megveszik, és ugye úgy nyomtatják rá. Ha megnézitek, egy csomó szériánál majdnem ugyanazokat a fotókat használják. Hogy így működik, ezek is rendesen mérkőzésben vannak. Kivel van, ahol lefotózzák ugye a játékosokat, a tavalyi meccs a Taxnál volt ilyen, de ezek mérkőzésben elkapott pillanatok. Lehet. Az is, igen, az is egy hasonló fotó lehet, de amit így láttuk, hogy fut, meg ilyenek, az... Hát igen, azért itt az elég egyértelmű szerintem az arcából, igen, hogy éppen megveszik nem. a képet, körbevágják és rányomtatják. Így, valahogy. Tehát, hogy ő éppen nem... Hát, hogy így pózolt a kamera előtt. 23-as. Itt van fent. És ugye a kickoffnál volt nagyon jó, mert konkrétan az egész képet használták háttérrel együtt. Van nekünk egy Griezmann Dominator, és azt jelenti, hogy jön a 24-es ablak, az pont neked marad nyitásra. Nem. A legnagyobb ablak a kalendáriumon. Szerintem bontsuk ki együtt. Bontsuk ki együtt? Aha. Jó. Akkor ezt már is fordíthatjuk. Igen, ha már itt van a 24-es. Na, nyisd ki te nyugodtan. Jó, hatalmas. Most már aderekedtett te is az ujjad. Adrenalin XL felirat. Na. Wow. Na nézzük. Ott van egy Ronaldo limitált. Még egy Upamec... De... Na jó, hát itt... Várjál, de még ott van egy csomag is. Úgy tűnik megint a te pakodba hát... jutott. Várj, én is ide rakom. Nem most nyitottuk Upamecánat? Hát létezik, nem. hogy elrontott a Panini. Na mindjárt meg... Hát ott van. Ott van. És hol van akkor a szám? Na jó, majd ezt a végén megnézzük, hogy benne van-e mind a 8. Itt van még ugye Ronaldo nálad, és nyugodtan bonts ki te az utolsó csomagot. Hát jó. Úgyis én botottam az eddigieket. És akkor ezt a kalendáriumot ki is emelem innen a képből. Mert már nem kell.
Jó. Jó, beledobtam a képbe. Nem baj. Igen. Foden is, meg Chiesa, Rashford, és az utolsó két csillogós. Ja, így. Egyik egy Ramos, igen. Másik pedig Neymar, végre Neymar, utolsó international sztár, ami hiányzott. Nem hiszem el, végre. Uh-huh. Már jó volt ez a kalendárium bontás. De nézzük meg ezeket a limitáltakat, mert hát ez elég érdekes. Itt van még Ronaldo. Ugye 8-nak kell benne lennie. Ennyi van? Igen. Hát számban megvan a 8, de 8 különbözőnek kéne lennie. Hát most nem fogunk ezért a Panininek írni, hogy most 2 ugyanolyan hát nem, bele. De most még hirtelen eszembe se jut, hogy ki helyet raktak 2 Upamecánot. Ezt majd megnézem, aztán itt a videóba kiírom valahogy. Ezeket a kártyákat meg így szépen besimítjuk. És srácok, ez lett volna az év utolsó videója. Boldog új évet nektek! És elsőjén természetesen folytatjuk. Chrome csomagokat fogunk bontani. Vasárnap megnézzük a Rising Star boxot, és hétfőn meg lesz egy kis szünet, aztán 4-én folytatjuk. Srácok, köszönjük, hogy itt voltatok, meg hogy megnéztétek meg az egész éves figyelmet. Jövőre találkozunk, addig is legyetek jók és boldog új évet. Boldog új évet. Sziasztok. Sziasztok.